Szeretettel köszöntök mindenkit, ma éjbirkagulyást fogunk készíteni az Egészséges Fejből együttessel, mert ők aztán tudják, hogy miből készül az éjbirkagulyás. Írbirkagulyást fogunk készíteni. Írországról tudni kell, hogy szegény ország volt, ugye tudjuk, hogy mindig is szipolyozták, szegényes alapanyagokkal rendelkezett, és ezekből kellett előállítani a fornétnek egy tápláló ételt, amihez minden alapanyagot használtak. Nagyon sok elkészítési módja van, van lisztes, van sűrűbb, van úgy, hogy rétegezik egymásra, és sütőbe teszik be, úgy készítik el. Az állaga az egy magyar pörkölt és leves között áll meg. Mi bográcsba fogjuk készíteni, tehát egy kicsit másképpen, amolyan fejbőrösen. A szükséges alapanyagok ehhez az étel elkészítéséhez csíkokra vágott húsos szalonna, háromféle hagyma, vöröshagyma, lirahagyma, póréhagyma, ugye maga a hús, ami ürihúsnak kéne lenni, de ugye ők szegények voltak, ürűből csak az ünnepi asztalra jutott, tehát fiatal birka, bárányhús. Ezen kívül burgonya, sárgarépa, fehérrépa, zeller, kakukkfű, só, bors, egy kis árpagyöngy és kell káposzta. Ja, és paradicsompüré. Megkezdjük az előkészítést, a húsos szalonnát csíkokra vágjuk, a húst lefagyúzzuk és kockákra vágjuk, a hagymát felaprózzuk. Én az Attilát már meg is kértem, hogy vágja kockára a hagymát és a fele krumplit pucolja meg. Kész vagyok, séf úr! Hát nem így gondoltam. És ahogy így húslagott a házunk elején, négy-öt macskát láttam meg a sufni tetején. Hallgattam a ranta nyávogást, de már tudtam, miből főzök írbirkagulyást. Az első lépés, hogy kevés zsíradékon a húsos szalonnát elkezdjük pirítani. Ha megpirult, akkor rátesszük a háromféle hagymát, és tovább pirítjuk.
szalonna gyönyörűen megpirult. Most ráhelyezzük a háromféle hagymát. Nagyon jó illatok áradnak már, ahogy a hagyma összepirul ezzel a gyönyörű szalonnával. Ezt most tovább pirítjuk együtt. Na most nézzétek meg, hogy milyen jó lesz. Gyönyörűen megpirult a hagymánk is, nagyon szépen egybe forradt a dolog, úgyhogy belehelyezzük a husikát, és a csontjával együtt elkezdjük tovább pirítani. Ha a hús megpirult, akkor megborsozzuk, fokhagymát teszünk bele, és hús alaplével egy kicsit felengedjük, hogy ellepje a húst. Ha nincs hús alaplevünk, akkor húsleves kockát teszünk hozzá, ahogy én is ezt rögtön megjátszom. Egyelőre azért nem sózzuk meg az ételt, mert nem tudni, hogy a szalonna és a húsleves kocka az mennyire teszi sóssá az ételt. Istennek hála a legjobb kajáda, segít a gondunkon. Mit nekem, te zordon Kárpátoknak fegyvesek kervadvérés tája? Tán csodálok, ám de nem szeretlek, s képzetem hegyvöld ídet nem járja. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelében, s végtelenül néz rám a drónától, a környezetvédelem nagyon fontos számunkra. A környezet is fontos számunkra. Ezért védjük a környezetet. Mert a környezet fontos számunkra. Ezért az összes szemetet a megfelelő helyre küldjük, illetve tesszük. Ültem szépen csendben a kukán, egyszer csak egy egér köszönt rám, megkiáltott jó nekem, hogy itt ültetek fönn a kukán. És én akkor közöltem vele, olyan szegény vagyok, a templom egere, olyan szegény vagyok, mint a templom egere. Látod fajtás, hasonlítok rád. A hús félig megpuhult, lefőtte a levét, most következik az, hogy paradicsompürét rakunk hozzá. Bezöldségeljük. Kakukkfüvezzük. Bátran lehet vele dolgozni. Ha kell, utána sózzuk. Mi most nem sóztuk, mert
elég sós így maga az alaplé, majd esetleg, amikor a krumpli berekerül, hogy a krumpli sok sót szokott fölvenni, akkor esetleg. Ezzel egy kicsit átkeverjük, és ismét fölöntjük vízzel, és egy kevés erős paprikát teszünk bele, hát ízlés szerint természetesen mi nem akarjuk olyan nagyon csípősre. És tovább folytatjuk a főzését. A hús már háromnegyedig megpuhult a zöldségekkel. Most megkérem unokatestvéremet, Zolit, hogy megint segítsen nekem. Ő kevergesse, amíg én beleteszem a következőket. Árpagyöngyöt. Amit előző nap természetesen beáztattunk. És a csíkokra vágott kelkáposztát. Ezzel átkeverjük, és tovább pároljuk, főzzük az ételünket. Ha szükséges, egy kis vizet még kell hozzá önteni, mindig úgy, hogy ellepje az alapanyagokat. Gyerekek, gyerekek! És a ír szabadságharcos barátunk, akit meghívtunk? Ott kommandózik valahol a fánál. Halló! Következik az utolsó fázis. Belehelyezzük a burgonyánkat, és a petrezselyem zöldnek a felét, a többit a tálaláskor díszítésnek használjuk majd fel. Egy gyors keverés, egy picike víz még hozzá, egy egész kevés, és készre főzzük a levesünket. Leves, hát a gulyásunkat, ez nem leves, mint már említettem, a magyar pörkölt és a leves közötti átmenetnek kell lenni. Ez egy nagyon nagyszerű és tápláló egy tál étel. Már csak a tálalás van hátra, kész van az ételünk, meg lehet nézni a gyönyörűséget. Ez így nagyon jól néz ki. Az ételünk kész, megszóljuk friss petrezselyemmel, és barna kenyérrel, és jófajta ginisővel tálaljuk. Jó étvágyat kívánok! Erre aztán innom kellett, az idő megszállt, és amire odaértem, a hentesbe zárt. Sírtam, ríttam, mint egy óvodás, hát hogy a francba lesz most ebből írbirka gulyás?